hogy látjét egy olaszos kert, tehát hogy nem ez az angol stílus, hanem szimmetrikus, mindenből kettő van, tehát kicsit olyan más hatású. Meg itt van egy ilyen kamis kicsit, tehát egy kicsit az ilyen olaszos. De itt is abszolút törekedtem erre, nagyon vegyes, hogy minden Én nagyon érdekes, hogy örökzöldeket nem hagyott csak úgy. Az egy pici amerika, egy sima szerv. Igen, igen. Hanem hogy ez egy plikáta, vagy mi ez? Plikáta, és meg van nyírva, fölfele, nem engedett, hogy elterjedjük. Tehát ez már új, tehát teljesen kitöltött. Persze, itt már csak jönne, igen. Viszont azért jó, mert télen semmire teljesen kell, hanem van egy örökzöld. Még nagy kedvencem, ezt nem tudom, te áll vissza, ez az asztrantiák, a völgycsillagok. Ezek ugye nagyon-nagyon hosszan virágoznak 2-3 hónapon keresztül, meg is lehet szállítani vázában is, tehát virágköztetben is használom. Milyen neve? Ez asztrantia, vagy völgycsillag. Aha. Van rózsaszínben, fehérben, pirosban, úgyhogy ez nagyon jó, pláne így az Annabellen együtt. Hogy itt is volt egy, a luk folytatódott, és nem akartam ennyi föltöltésként, de még egy tavasz. Ez csak egy éves, tehát még nem állt be úgy, ahogy akartam, de... De most már vannak szitakötők, meg békák benne, meg halak, egy 20-23 halak. Itt vannak hátul 3 Annabell van, és ott van egy, aha. Igen, hát ezek kicsit nagyon szeretik, csak kell támasznak. Te, imádom ezt az Annabell, de valahogy annyira, nem tudom, de olyan törékeny, nem? Igen, azért is látod, van egy ilyen vas keretbe benne. Igen. Hogyha van a nagy vihar van, vagy igen. Nagy eső, akkor ugye szét igen. Tudod törni igen. Az egész, és ezt tartja. Igen, és a nyílt fátnak annak, te vágtad le a... Igen. Ilyen boktos lesz akkor. Igen. Aha. Tehát ez is már vagy 3-szor ekkora lenne, de ugye nem akartam, igen. Hogy árnyékolja a kertet, meg elvegye a kilátást, ezért 3-4 évente vissza van várva szépen ősszel, mondjuk tavasszal nem szabad. Az borsófa? Igen. Aha. De az véletlenül lehet, hogy van az aranyos, a labdódulma nagyirói, ez a csődő virágú, és azt valahonnan azt kerestem, és ezt kaptam először, de hát megtartottam. És itt van ez a kis terasz, ugye alattunk a pince van, hát ez meg csak egy kis kávézós terasz. Nagyon szeretem a kertbe a tükröket. Igen? Úgyhogy ez is Angliában nagyon sok helyen volt, ahol dolgoztam, és akkor... Itt van nem nagyon használják, nem? Nagyon-nagyon kevés helyen van. Most szerintem nem dolgoztunk, hogy kebb ott volt. Most egy picit elgondolkoztam, hogy én is látom a tükrök kiragol a kertbe, igen. Nagyon jó. Igen. Ezek az egyszerű kis vad cigalák, amik itt... Ezek meg a helyi... Igen. Igen. Itt tényleg mindig így mozog a levegő? Hát azért ennyire nem, de úgy azért szeles hely. Szeles. Azért innen is visszanézünk, és ott van az Annabellek, meg ott mögötte. Egyébként milyen izgalmas, hogy a piros meg a lila azért elvileg ütné egymást. És nézd meg, hogy nem? Igen, csak azért nem az a piros és nem az a lila, ami nem jó együtt. Na jó, hát itt jön be az, hogy valaki virágkötő vagy, nem? Na, elmondod nekem? Mert én nem értem, hogy miért nem üti egymást. Vagy miért nem zavarja a szememet? Tehát miért érzem azt, hogy úristen, de gyönyörű. Hát, miért érzem a pirosban is van 1000 árnyalat. És itt pont az a jó árnyalat van, ami nem zavaró. Most nagyon sok csokrot kötünk úgy, hogy rózsaszín és sárga együtt. Ami alapból úgy olyan, lehet, hogy nem tenném össze, de hogy együtt. Együtt viszont nagyon, csak hát nyilván nem mindegy, hogy melyik árnyalatú rózsaszín. Na jó, hát ezért születik valaki virágkötőnek valamilyen. Fotiniából az melyik? Az Red Rubin vagy? És hogy nem piros a teteje? Hát ez most azért, mert meg lett metszve. És majd most az új hajtása. És a friss hajtása, csak a piros. Ez nem a Red Rubin, mert ugye kisebb, ez egy egész nagyra megnő, de ez sem tudom, hogy melyik fajta pontosan sajnos.